A cigány bűnözés ellen tartott tiltakozó felvonulást monolon a Mi Hazánk mozgalom. A megmozduláson, melyet nem titkoltan erődemonstrációnak szántak a szervezők, több százan vettek részt. A tüntetést azért éppen monolon rendezték, mert a településen egy a mozgalom által cigánynak titulált férfi egy tapétázó késsel meggyilkolt egy idős embert. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke azt követelte, hogy a kormány ne viselkedjen úgy, mintha mindent megoldott volna a cigányokkal való együttélés problémáiból. Minden pozitív diszkriminációt el kell törölni Magyarországon. Elfogadhatatlan, hogy a cigány származás miatt előnyt élveznek akár a munkahelyen, akár a rendőrségnél, felvételnél, akár oktatásban, és akár akkor is, amikor a rendőr le akarja őt tartóztatni. Nem lehet pozitív diszkrimináció.